fake news, vagyis álhír ezekkel a szavakkal reagált Havasi Bertalan, a miniszterelnök sajtófőnöke az ATV.hu-nak arra a felvetésére, hogy Orbán Viktor már az államfőségét mérlegeli. Eredetileg a HVG 360-on jelent meg egy cikk, amelyben felvetették egy verzióként, hogy a miniszterelnök lehetne Áder János után az új köztársasági elnök. Ez szerint Orbán Viktor esetleg maga költözne át a Karmelita Kolostorból a közeli Sándor palotába. Igaz, ez a cikk is megkérdőjelezi, hogy célszerű lenne a kormányfő számára ez a döntés. A miniszterelnök sajtófőnökkel most leszögezte, hogy nem foglalkoznak a témával. Heteken belül elindulhat a köztársasági elnök jelölti előválasztás szervezése és tervezése. Ezt nyilatkozta Híradónknak az indítványozó civil választási bizottság elnöke Magyar György. A Momentum támogatja a kezdeményezést, a Jobbik testülete még vizsgálja a csatlakozást. Az elemző szerint egy esetleges elnöki előválasztás akár az ellenzék országgyűlési esélyeit is növelheti. Az országgyűlés az alaptörvény 10. cikke első bekezdése alapján dr. Áder Jánost köztársasági elnökké 2017. május 10-i hatállyal megválasztja. Szűk fél éven belül, 2022 tavaszán Áder János második ötéves mandátuma is lejár. Előtte viszont az országgyűlésen a sor, hogy megszavazza, kiviszi tovább a köztársasági elnöki pozíciót. Ennek apropóján állt elő a civil választási bizottság a köztársasági elnök jelölti előválasztás ötletével. Eszerint az egyik legfőbb közjogi méltóság személyére az emberek tehetnének javaslatot. Magyar György számít a pártok támogatására, a tervezés szerinte heteken belül elindulhat. Erről mi már egymás között többször váltottunk szót, meg kellett várnunk a mostani előválasztást, egy-két hét múlva le fognak tisztulni a kedélyek, és elindul ebbe az irányba a szervezés-tervezés. Az ellenzéki pártok korábban is kiálltak a közvetlen köztársasági elnök választás mellett, ami a Momentum programjában már 2017-ben is helyet kapott. A párt a civil kezdeményezést is támogatja. Azt gondoljuk, hogy az embereknek minél nagyobb lehetőséget kell adni, hogy beleszóljanak abba, ami őket érinti, és a köztársasági elnök közvetíti a nemzet egységét az alaptörvény alapján. Azt gondoljuk, csak úgy lehet elérni, hogy ne egy pártkatona töltse be ezt a pozíciót, hogyha az emberek közvetlenül választhatnak meg egy köztiszteletben álló személyt. A Jobbik közvetlen megválasztásra irányuló javaslatait korábban lesöpörte a parlament fideszes többsége. A párt vizsgálja a civilek javaslatát, utána hoznak döntést. Potenciális jelöltjükre is hamarosan fény derülhet. Itt igazándiból nyilvánvalóan szerintem ebben az esetben a Jobbik rövid határidőn belül meg fogja nevezni azokat a személyeket, vagy azt a személyt, aki szóba jöhetne. A Híradónknak nyilatkozó elemző úgy véli, bár kevés esélye van egy ellenzék által támogatott államfőnek, egy esetleges előválasztás számos előnnyel járhat. Ilyen például a szavazók mobilizációja, vagy új személyek megjelenése, aminek a voksoláson túlmutató hatásai lehetnek. A köztársasági elnök ki előjelölt előválasztás, az voltaképpen minden paradoxiája ellenére egy nagyon is megfontolandó ötlet, mert az említett előnyök lehetővé teszik, hogy az ellenzék jobb esélyekkel induljon az igazi választáson. Áder János 5 éves mandátuma 2022. március 13-án jár le. Utódjáról az alaptörvény rendelkezése szerint a megbízatás lejárta előtt legalább 30, de legfeljebb 60 nappal kell dönteni az országgyűlésnek.